Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó jelenlévő munkatársait. Én Fülöp Erik vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője. 2009-ben az ENSZ április 22-ét a Föld napjává nyilvánította. Azóta a politikai pártok, civil szervezetek, környezetvédelmi aktivisták is igyekeznek felhívni a figyelmet a természeti környezetünknek a megóvására, illetve a fenntarthatóságnak a fontosságára. És sajnos nagyon aktuális 2020-ban a Föld világnapjáról történő megemlékezés, hiszen egy olyan világjárvánnyal szembesült az emberiség, amellyel eddig még nem találkozhattunk. Azt mindannyian tudjuk, hogy a szakemberek úgy nyilatkoznak, hogy ez a koronavírus járvány Kínának a Hubei tartományából, a wuhani nedves piacról indult el, és sok-sok százezer, sőt hát már több millió embert megbetegített. Ennek az volt az oka, hogy ezen a nedves, úgynevezett nedves piacon mindenféle vadállatokat nyersen, illetve feldolgozva, valamint házi kedvenceket, kutyákat, macskákat is étkezési célra árultak, és valószínűleg ebből a közegből az egyik denevérfajtának a megfertőződésével, a topzoska állaton keresztül jutott el ez a járvány az emberekre. A Mi Hazánk Mozgalom rendkívül fontosnak tartja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak nem etikus, és azt gondoljuk, hogy nem csak az európai, hanem a világ összes hagyományával ellenkezik annak a fajta gasztronómiai szokásnak, vagy szokásoknak a követése, amely az ázsiai országokban jellemző, mégpedig az, hogy ezekből a vadállatpiacokról, illetve ezekről a nedves piacokról milliószámra ontják a különféle feldolgozott vagy nyers vadállatokat, kutya és macska húsokat. Emlékeztetni szeretném a jelenlévőket arra is, hogy korábban is volt már hasonló jellegű járvány, ez azonban Ázsiában lokalizálódott. A SARS vírus 2002 és 2004 között 10 000 embert betegített meg, és körülbelül majdnem 1 000 halálos áldozatot követelt. Nagyon sok biológus, virológus és egészségügyi szakember felhívja arra a figyelmet, hogy ez a világjárvány, amely most 2,5 millió megbetegedésnél tart, és körülbelül 170 ezer áldozatnál tart, ennek még egyáltalán nincs vége, és hogyha hasonló tendencia folytatódik az ázsiai országokban ezeknek az állatoknak az elfogyasztásával, bármikor kitörhet egy gyakorlatilag egy harmadik SARS vírus járvány is, amelynek beláthatatlan következményei lesznek. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom tiszteletteljesen felkéri a kormányt, és felkéri a kormányzó pártokat, hogy próbáljanak a nemzetközi fórumokhoz fordulni, próbáljanak az ENSZ-hez, illetve az ENSZ-nek a világszervezeteihez fordulni, szólítsák fel Kínát, hogy tiltsák be ezeknek a vadállatoknak az étkezési célú felhasználását, azonnali hatállyal tiltsák be a kutya és macska húsevést, és természetesen tiltsák be ezeket a wild market piacoknak nevezhető kereskedelmi területeket, és a nedves piacokat, ahonnan ugye ez a koronavírus járvány is kiindult, vizsgálják felül, és olyan népegészségügyi rendelkezéseket, szabályokat vezessenek be, amelyekkel megakadályozható a harmadik SARS járványnak a kialakulása. Mindemellett pedig szeretnénk arra is felhívni a kormányzat figyelmét, hogy próbáljanak nemzetközi összefogással nyomást gyakorolni Kínára, hogy a wuhani területekre engedjék be a nemzetközi kutatókat, a nemzetközi egészségügyi szakembereket, hogy megismerhessük, hogy valójában azért ez a járvány hogy is alakulhatott ki.